Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Az előző előadásban Arany János Toldiának első három éneke hangzott el. Most a negyedik, ötödik és a hatodik. Az előző előadásban érdekes volt, ahogy szerbantal vélekedett a magyar jellemről, azt mondván, hogy az a magyar legnagyobb erénye, ami a hibája is, vagyis hogy túlzottan emocionális, érzelmes természetű a magyar, mint Toldi Miklós. Ugyanakkor kiemeli azt is, hogy a magyar jellem különös tulajdonsága, hogy mennyire vonzódnak a fiúk az édesanyjukhoz, és hogy mennyire szereti a magyar nem csupán az édesanyját, hanem az édes hazáját is. Toldi Miklós jellemét tovább elemezve térjünk a negyedik énekre. Igen, keserüli Miklóst az ő anyja, titkon azért őtett, éléssel táplálja, mondja Ilosvai a mottóban mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal, fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, fut hideg forrásnak enyhítő vizére, és ezer jó füvet tépni a sebére. Jajda a forrásnak kiszáradt az ágya, az ezer jó füvet író sem találja. Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, úgyhogy még aléltabb most az Isten adta. Úgy bolyong a Miklós, nyakán ült a búja, oldalát kikezdte annak sarkantyúja, s mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, szíve a mellében a képhány kolódék. Bújdosik az éren, bújdosik a nádon, nincs hová lehajtsa fejét a világon. Hasztalan kereste a magánosságot, mert beteg lelkének nem lelt orvosságot. És mint a toportján, ha juhász kergette, Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette, Ott is asosokta a nád minden szála, Szélese világon, nincsen árváb nála. lőn az ágya a zsombok, a párnája, Isten kék egével födve a tanyája, Még nem a sötét éj szárnya alá vette, S fekete ponyvából sátort vont felette majd az édes álom pillangó képében, elvetődött arra tarka köntösében. De nem mert szemére szállni még sokáig, szinte a piros hajnal hasadtáig. Mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós náttól, jobban a nádasnak csörtető vadától, félt az üldözőknek távoli zajától, de legis legjobban toldi nagy bajától hanem amidőn már szépen megpitymallott, és előtt a szúnyog, és a zaj sem hallott, akkor lelopódzott a fiú fejére, két szárnyát teríté annak két szemére. Aztán álommézet csókolt a jakára, akit mákvirágból gyűjte éjszakára. Bűvös bájos mézet, úgyhogy édességén tiszta nyál csordult ki toldi szája végén. De a kínos éjség azt is irigyelte. Hajnali álmából csak hamar fölverte, S addig öztökélte, addig korbácsolta, Míg a rétet össze-vissza barangolta. Fölkereste Fészkit a réti madárnak, Szárcsa a vadrucának, bíbicnek, sirálynak, Házukat feltörte és kifosztogatta, Tarka tojásikkal éhét elaltatta. A vadmadár tojással észomját elvervén, Szörnyen hányta a haba jövőnek tervén, Merre menjen, mihez fogjon, uram fia nincsen hő lelkének hová fordulnia, mert elmenne könnyen, el is bujdokolna, ha az édesanyja előtte nem volna. Jaj, de majd, ha róla hírt nem hallanának, megrepedne szíve az édesanyjának. Három napig magát egy kép vesztegette, harmadik nap a nád megszörrent megette. Azt gondolta farkas, meg sem karja, mert ellátta, hogy őt csak testvére marja pedig Bence volt az, régi cseréde, akit anyja küldött fölkeresésére, ki nagy zokogással nyakába borulva, így szólott Miklóshoz egy kis idő múlva. Jaj, eszem a lelkedbe jó, hogy meglellek, harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek, tettem érted ezt a tengerrétet, sosem hittem, hogy meglássalak ma téged. Hogy vagy édes szolgám? Nem haltál meg éhen? Nem evett meg a vad ezen a vad réten, itt a tarsolyon fogd, és egyél szépen, ne. Sőt hús, fehér cipó, kulacsbor van benne. Azzal a hűszolga szemét az ökléhez, s öklét megtörölte ócska köntöséhez, letérdett a földre, tarsaját letette, ami csak volt benne, sorra mint kisette. Aztalt is terített, csak úgy hevenyéből, az üres tarsolyból, meg a födeléből, a cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta, végre két almával a módját megadta. Akkor elővette csillagos bicskáját, megkínálta vele kisebbi gazdáját, Toldi a jó késsel a cipót fölszelte, s a cipóval a húst jó ízűen nyelte. S mi örömmel nézte Bence a hűszolga, jobban esett, mintha maga falta volna. Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája, néha szinte könyvelábat őszpillája mikor aztán Miklós az éhét elverte, Bence a kulacsnak nyakát kitekerte, a kulacs sikoltott és kibudjant vére az öreg szolgának a keze fejére. Ez meg a vörös bort urára köszönte, néhány kortyot előbb nyelve mellé önte, s még aztán a fiúnak nyújtá jobb kezével, megtörülte száját ingelejével. És a bar az öreget jó kedvre tüzelve, hogy kinyílt a szíve, hogy megoldott nyelve, Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, ostoros gyerek volt annál néha napján, aztán fordítá apjára, anyjára, Györgyre a bátyjára, végre önmagára. Stán a szó belőle még a világ folyna, ha Miklós szomorún így nem kezdte volna. Haj bezokon esik, most hallgatnom téged. Hagyd el, kérlek, hagyd el a fájós beszédet. Máskor a tűzhelynél tengerit morzsolva, Ítéletnapig is elhallgattam volna. Hányszor elbeszélted apám vitézségét, Majd éjfél vetette minden este végét. Aztán mi sokára tudtam elaludni, Hajnadig se bírtam a szemem lehújni. Ami volt, az nincs már, Ami jó volt, elmúlt. Más pennával írnak, Sorsomba arra fordult gyilkosságba estem. Lettem bujdosóvá, hely, ki tudja, mikor leszek bele jóvá. De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, mert azért az árvák gondviselő adja. Tán veszett nevemet is lemossa vérem, mit fejemre költ a -e drága jó testvérem. Nem születtem arra, érzem ezt magamban, hogy itt béka módra káka között lakjam nem is teremtőztem béresnek, villásnak, hogy petrencét hordjak akárki fiának. Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, a világ mezőről hazatakarodjék. És akkor nyakamba veszem az országot. Szél sem hoz felétek én rólam újságot. Nagyon elbúsul a Bence a beszéden, szánta kis gazdáját, hogy bújdosni mégyen, hallgatott sokáig, s majd elfakadt sírva, bocskorán körmével kereszteket írva. Végre megszólamlott, s nagyon szépen kérte, ne nehezteljen meg Miklós gazda érte. De ő ezt a dolgot bolondságnak tartja, hogy fejét így rögtön bujdosásnak adja. Látod, jó kis gazdám, György úr nem sokára három-négy nap múlva visszamegy Budára. Akkor, ami elmúlt, feledésbe mégyen, kis király lesz az egész vidéken. Hát itt hagynál minket sok derék cselédet, kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged. Itt hagynád a bimbót, slombárt, s hajszását, kiknek hét vásáron sem találni mását. Itt hagynád sokféle kedves mulatságod, párjával malomba kiemelne zsákot. A malomkövet kiöltené karjára, molnár legényeknek álmélkodására. Ne menj édes szolgám, jaj, ne menj messzére, egész nagy falunak keserűségére. Jaj, ne hagyd bitangul az őstoldi házat, ne taszítsd a sírba jó édesanyádat. Így rimánkodott az, de kevésbe vette, fejét rászta Miklós, ahol nem szerette, hanem, amint anyját hozta fel végtére, követ hengerített a fiú szívére. Nem felelt sokáig Bencének szavára, csak nézett sóhajtva a susogó nádra, s addig-addig bámult a susogó nádra, nagy meleg könyv csepült szeme és S mintha törlené csak verítékét, tenyeréhez törli hívatlan vendégét. Végig a kis ujján a csordult, ő pedig Bencéhez íj szavakkal fordult. Mondd meg ezt jó Bence az édesanyámnak. Gyászba borult mostan csillag a fiának. Egykorig nem látja, még nem is hall róla, eltemetik hírét mintha meghalt volna. De azért nem hal meg, csak olyan mint midőn az ember elrejtezik mélyen, és mikor fölébred bizonyos időre, csodálatos dolgot hallani felőle. Rólam is hal még hírt, hogy mikor meghallja, még a csecszopó is álmélkodik rajta. Akkor anyám lelke repes a beszéden, csak meg ne szakadjon szíve örömében. Ezt hiszente Miklós, akkor a hűszolga az üres kulacsot tarsójába tolta, megtörülte szépen csillagos bicskáját, összehajtogatta szalonnás ruháját. Aztán a tarisznyát félvállára vette, búcsút vévén lábát útnak egyengette, ment is volna, nem is, gyakran visszanézett, végre a töretlen nád közt elenyészett. ötödikének. Az éren és nádon Miklós bújdosik vala, Ilosvai. Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, Nagy vörös palást járt az égen. De az éj erőt vett, Csak hamar béronta, Az eget, a földet Bakacsimba vonta. És kiverte szépen Koporsó szegével, fényes csillagoknak millió ezer évvel. Végre a szép holdat előkerítette, s ezüst koszorúnak fejtől oda tette. Miklós pedig indult a szokatlan útra. Magát jobban-jobban a nádasba furta, de mintha a kötéllel vonták volna hátul, nem bírt elszakadni az édesanyjától. Vissza-vissza nézett, hely pedig mi haszna, egy teremtés sincs ott, akit megláthatna. Mégis visszanézett, sőt meg is fordulva búcsút venni indult egy kis idő múlva. S amint visszafelé méne, mendegéle, egy helyütt a zombék csak lesüpped véle. Réti farkas fészke volt éppen alatta, benne két kis kölyke az Isten adta. Megsajnálta Miklós, hogy reájuk hágott, simogatta a két árva kis jószágot, Mint a juhász bojtár, amikor kapatja, A komondor kölyköt végig simogatja. Kár volt simogatni, csak vesztére Mert megzőren a nád hirtelen megette, Jő az anyafarkas szörnyű ordítással, Rohan a fiúnak, birkóznak egymással. Felfeláll a farkas hátulsó lábára, méri éles körmét toldi orcájára. Csattog a fehér fog vérszopó ínyében, s mintha a szikrát hányna, csillog a fényben. Toldi pedig magát serényül forgatja, öklének csapásit sűrűn osztogatja, ömlik a vér száján és orrán a vadnak, nagy meret szemei szörnyen kidagadnak. Nyelve a szájában meg nem tudna férni, csattogó fogával azt is összevérzi mint veszett kutyái csorog véres nyála. Senki sem látott már dühös vadat nála. Miklós a kötődést unni kezdi végre, lábát sem restelli híni segítségre, s mint midőn a bika dolgozik szarvával, fölveti a farkast egy erős rúgással. Messze az avasba esik a vadállat, nagy darab helyütt letördeli a nádat, és amint lehull a puffanó eséssel, nagyot üt a földre, hangos nyekkenéssel. De lám, mintha ördög volna belé bújva, egyet hengeredik, s újra, elordítja magát keserves haraggal, s mégyen új csatára köszörült fogakkal. Körmeit Miklósnak a vállába mártja, száját a fejénél két araszra tátja, s hátulsó lábával úgy szorítja térdét, pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét. Ez még csak mehetne, de most jó a nagyja, Ordít a hinfarkas, s hátul megtámadja. Mit csinálsz most, Miklós? Jaj, hogy bírsz vélek! Ezer lelked volna, mégis megölnének. Semmi baj. Az néki a tulajdonsága. Hogyha a nő veszélye, nő a bátorsága. Kisegíti magát, soha se féltsétek. Nem válik belőle farkasoknak étek. Mert amint a nő tény örre ment birokra, megszorítja torkát toldi két morokra. Csak kifordul körme a fiú nyakából, kifogy minden erő a horgas inából, szeme is kidülled véres könnyel telve, mint egy nagy csoroszja lóki zöldes nyelve. Nem kiment belőle, benszorult a pára. Ahogy eltáltotta, úgy maradt az álla. Akkor fogja Toldi, jót kanyarít vére, és a kanhoz vágja, mely rohan feléje föl az dühösen, s hogy megint lecsapja, párját fekhelyéből mérgesen harapja. És pedig világos, hogy megint föl ha Miklós előre néki nem felelne, de úgy elpaskolja most a nőstényével, hogy világ végéig sem támad többé fel. Toldi a vadaktól így megmenekülvén, megpihent kevéssé egy zsombékra ülvén. A farkas fiakban sem volt már lehellett, eltaposva nyúltak Toldi lába mellett távolabb feküdt az anyok meg a párja, tisztán sütött rájuk a holt karikája, hidegen tekintett a rétfenekébe, mint egy aranytepsi, szétmerett a képe. Miklós az elméjét mindenképpen hányta, nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó, rossz szívű bátyjáról. De hát miért akarja bátyja őt megenni? Miért akar hóhéra, nem testvére lenni? Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára? Miért feni agyarát, jó atya fiára? Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen, Ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen. Fészkit oltalmazza, a mezőnek vadja, Ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, Nem bánt senkit aztán, ha lecsillapul éhe. Akkor is a barmoknak tizedelvenyáját, Megkíméri mindig a maga fajtáját. De az ő testvére, De az ő testvére, Ki mondja meg neki, Miért tör életére? Nem csillapul másképp, Csak vérével szomja? Vagy ha birtokából Jó öcsét kinyomja? Hát ha annak, aki szomjúzza vérit, Mint a farkasoknak most megadná bérit, Vagy talán emberben tartósabb a pára, és azért nincs Györgynek végső éjszakája? Állj meg, állj meg, Toldi! Gyilkos a szándékod. Jaj, neves bosszúdnak véres martalékot. Tudd meg a legyilkolt atyafinak vére. Bosszúért kiállt fel az egek egére. Tudd meg, ha megölnéd tennen véredet, akkor meggyilkolnád örök életedet. Ne félj, fenn az Isten! Ő majd igazat lát, bíz rá a büntető bosszú állás dolgát. Most, mintha valami ötlenék eszébe, hirtelen felállott, s a vadakhoz lépe, gyorsan fölvetette őket a vállára, úgy indult veszélyes éjjeli útjára. nagy csebben lobbal, a náderdejében, nagy hosszú sikátot furt azon mentében, hátul a két farkas csüngött a sarkáig, vissza sem tekintett az anyaházáig. Hatodikének Anyja toldi Györgynek, Miklós szánya vala. ilosvai. Szépen süt le a hold nagy falu tornyára, Gyepszélen fejérlik toldi lőrinc háza. Hát a meget annak nagy gyümölcskert zöldel, Mely fölérne holmi alföldi erdővel. Keltre nyílik a ház egyik ajtócskája, Ott van toldinének a hálószobája bokor van a gyászos ablakában, A körül leskődik a fiú magában. Farkasait Miklós, amint odaére, Letevé a kertnek harmatos gyepére. Ő meg, mintha lopni jőne lábújhegyen, Édesanyja záros ajtajához megyen. Soká hallgatózik mindenütt hiában, Mert csak egy szó perceg a szemöldök fában, Zörgetne is nem is, bátorsága nincsen, Csak úgy tétovázik a keze a kilincsen. Enye hát, hol járhat most ez a félsz benne? Máskor a sárkányjal is birokra menne. Édesanyját félti, igen, igen, nagyon, nehogy a zörejre szörnyen felriadjon. Az is megeshetnék, hogyha így fölverné ablakát, ajtóját megnyitni semerni, hanem zajt csinálna hangos sikoltással, stán nem is tudnának szólni majd egymással. Azért a két farkast fölveszi vállára. Elkerül a háznak másik oldalára. Minden élő állat elpihent ott kimben, még csak a kutyák is alusznak egy színben. Nyitva áll az ajtó, látszik a györgy ágya, hosszú fejérkendőt terít a rája. Alatta pedig len a házereszének, őrálló legényi, sorban heverésznek. Minden alszik, Miklós sem tétovásokat, sokat, küszöbre fekteti le a farkasokat. Aztán a lándzsákat a kezébe kapja, Melyek a fal mellé voltak támogatva. Őrállók ruháit földre szegzi vélek, Hogy ne kelhessenek majd, mikor kelnének, S bemegy a szobába. Jaj, most oldi Györgyöt, Ha még el nem vitte, elviszi az ördög. Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, Györgyből miképp hortyog kisbe a lehellet. Egy marokszorítás. S ha száz lelke volna, mégis elhallgatna. Többet nem morkolna. De Miklós elkezdi. No, megölhetnélek, megérdemelnéd, ha rávinne a lélek. Hanem most egyszer, nem leszek ártásodra. Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra. Azzal a két farkast az ölébe vette, az öreg nyoszolja szélire fektette. Így beszélenékik. Tente, tente szépen. A testvérbátyátok fekszik itt maga pedig ment a benyíló szobába, melyben asztalnál ült anyja ruhába. Asztalon két öklét egymásra fektette, búbánatos fejét arra eresztette. Hasztalan leskődött ott az édes álom, nem bírt által törni a szomorúságon, és utoljára is csalással ejté meg, köntösét elkérte a hideglelésnek. Úgy fúrál magát betakarójába hátul, futkosott sarkáig, és vissza a sarkától, Összezsibbasztotta, megrészegítette, ennyibe került, még elszenderíthette. Még így sem sokáig tartott szunnyadása, erre benté Miklós csendes kopogása. Feljött az asszony, mihelyt meghallotta, de Miklós előre így bátorította. Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed, nem hozok a házra semmi veszedelmet. Jól lehet, hogy éjjel járok, mint a lélek, de ha nappal jönnék, tudja megölnének. Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta. Karjával a fiát által szorította. Egy fillér kis darab, de annyi hely sincsen, hová az orcáján csókvetést ne hincsen. Jaj, hát látlak ismét, besose gondoltam. Majd kétségbe estem, érted, majd megholtam, de Istenem, Minek beszélek oly nagyon? Bátyád urad itt a másik házban vagyon. Ennyit mondott anyja. Többet nem is szólna. Ha mindjárt a széles hortobágyon volna, Ott is úgy ölelné szíve elfogódnék, Szája hosszú, néma csókra kulcsolódnék. Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében, Tán lerodna, ha ő nem tartaná szépen. Pedig ő is szörnyen megvala indulva. Nem is felelt mindjárt csak jó idő múlva. Tartani akarta magát, de hiába, mintha a tűt szúrnának orra vagy mintha alatta reszelnének tormát, tekergő nyilallást érze olyan formát. Megáradva hulla könnye két szemének, az ábrázatjára kedves szülőjének, s mint mikor két hegyről összefut a patak, a kétféle könnyek egybe szakadtanak végre szívét Miklós megkeményítette. Szemét anyja őszes hajához értette. Összeszedte magát, és fölegyenesedvén, valahogy erőt vett réni való kedvén, és szólott anyjához következő szókkal. Hagyjon fel kegyelmet kicsinyék a csókkal. Szakmány módra van rám mérve minden óra. Jöttem kegyelmethez, búcsúvevő szóra. Nem remélem, hogy itt maradásom legyen, György Miá, kit Isten akárhová tegyen, végre még gyilkosa lennék, attól félek. Nem, az sose leszek, arról nem beszélek, hanem annyit mondok, ne búsuljon kelmed, vesse ki szívéből azt a nagy félelmet, nem azért megyek el, hogy vissza ne jöjjek. hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg. Nagy erőt érzek mind a két karomban, nem vesztegetem azt szérűn és malomban, édesapámnak is hallámvitésségét, hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét. Felmegyek Budára, bajnok katonának, mutatok valamit ott a királynak, olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, sőt, iricség miatt megszakad a lépe. Azért szépen kérem, édesanyám asszony, soha se aggódjék, soha se aki meg se halt még, minek a Mikor a halott sem fog halott maradni. Többet is beszélne még a szülőjének, Ha az ebek alant nem üvöltenének. De mihelyt ezt hallá, Mindjárt észrevette, hogy imént egy dolgát Balgatagul tette. A kutyák haragját nem egyéb okozta, Hanem, hogy a farkast az udvarba hozta már most felugatják ezek a cselédet, azért csak rövidre fogta a beszédet. Nincs időm továbbra, hogy maradjak itten, kegyelmedet pedig áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom. Áldjon meg, áldjon meg. Anya eddig mondta, hogy ki áldjon, vagy kit, az csak úgy gondolta. Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja, minden kívánságát benne megtalálja. Hát mikor melléről elszakadt a gyermek, kínját elbeszélni nyelve nincs embernek, lelke volt talán a lánc közöttük, aki ki nem kapcsolódott, tövestül szakadt ki. A kutyák azonban nyittak és szűköltek, csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek, feltápászkodtak a szolgák ügyjel bajjal, Györgyöt is felverték a fertelmes zajjal. Ki járt itt? Mi járt itt? Így óbégatának, hogy a két farkasra reá akadának. Ez a Miklós dolga ezt más nem tehette, utána, utána, ilyen szette vette. és mint mikor egy fészek lódarás fellázad, olybá képzelhetni most az egész házat. Bugdosnak egymásban a széles tornácon, Futkosnak szana szét gyalog vagy lóháton. Merre vagy hová fut, azt egyik sem tudja. A bolondok útát jobbra-balra futja, Végre György úr őket összeszidva rútul, Megy elül, s a többi mind utána zúdul. Halljai az özvegy evadászi lármát, Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását. Hallja, mint kiáltják elébe, elébe, S tudja ki elébe, hogy Miklós elébe. Nem, ezt ő nem hallja. Eltűnt fiának gyönge lábinai megtántorodának, lehanyatlott szépen a megvetett ágyra. Isten tudja, meddig tart az ájulása. nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a rádió.hu letöltések oldalán.